Robin Sharma, a Szent, a Szörfös és a Vezető. Lenyűgöző történet arról, hogyan élheted meg szíved valódi vágyait. Minden ember igaz hivatása csak is az lehet, hogy eljusson önmagához. Lehet az ember költő vagy őrült, proféta vagy gonosztevő, nem ez a fontos, mindennek végső soron semmi jelentősége. Az a lényeg, hogy az ember megtalálja saját sorsát, ne pedig egy tetszőleges sorsot kövessen, és amire rátalált, azt teljesen és töretlenül kiteljesítse önmagában. Minden egyéb badarság, szökési kísérlet, menekülés vissza a tömegek eszméihez, megalkuvás, rettegés önmagunktól. Herman Hesse A szeretet talán az az út, amely gyengíden visszavezet minket önmagunkhoz. Nem ahhoz, akivé akarom, hogy válj, hanem ahhoz, aki vagy. Antoine de Saint-Exupéry Köszönet nyilvánítás Hálás vagyok, amiért a barátaim, családom és kollégáim minden lépésnél támogattak utazásom során, amit én életnek hívok. Köszönetet és igazi elismerést érdemelnek. Így szeretném kifejezni számukra nagyra becsülésemet, amiért segítettek végigmenni személyes küldetésem útján. Köszönettel tartozom a csapatomnak a Sharma Leadership International-nél. Green, az én drága és gondoskodó ügyvezető asszisztensem és ügyfélkapcsolati igazgatóm nevét is ki kell lemelnem, aki éveken át támogatott és bátorított engem. Csodálatos vagy! Köszönetet kell mondanom Márni Ballanének, a Speaking Services and Learning Tools alelnökének is, aki nyugodtan és vidáman, mégis elképesztő tempóban hajtja előre a céget, így mindannyiunk számára példát mutat. Nagyra értékelem, amit a vállalatunkért tesz. Al Moszkardelli, a rangidős alelnök és ügyvezető igazgató sem maradhat ki a sorból aki brilliánsan végzi a munkáját, és a segítségével új szintre emeltük a vállalatot. Mindannyian bámulatos emberek vagytok, és imádok veletek dolgozni. Köszönöm klienseinknek szerte a világon, akik előadóként, kócsként és tanácsadóként meghívtak magukhoz. Hálás vagyok, hogy ott lehettem és segíthettem. Meg kell köszönnöm egyéni ügyfeleinknek is, akiket taníthattam. Lenyűgöz bátorságuk és elhivatottságuk, ahogyan folyamatosan a határaikat feszegetik, ami a jobb élet felé tereli őket. Köszönöm a The Monthly Coach tagjainak is, akik látják az értékét annak a módszernek, amelyel véleményem szerint elképesztő átalakuláson mehet át az életünk. Az ő sikerük az én sikerem is. Ügynökömnek, Ken Browningnak csak ennyit mondok. Szuper vagy barátom! Köszönöm, hogy azonnal osztoztál a látomásomban, és felismerted, mit tudok ajánlani az embereknek. Segítettél megvalósítani a terveimet. Elismeréssel tartozom a kaliforniai Hay House számára, akik végig támogattak és velem dolgoztak a sikerért. Igazán áldottnak érzem magam, amiért a szerzőjük lehetek szerkesztőmnek, Jill Kramernek külön is köszönetet kell mondanom, amiért végig mellettem állt, a PR csapatnak, amiért megismertették a nevemet a világgal, Reid Tracynek, amiért hit bennem, és Danny Levinnek a folyamatos bíztatásért, kiváló tanácsokért és igaz barátságért. Ez a könyv csapatmunka eredménye, én csak a szavakat vetettem papírra. Köszönöm stratégiai partnereinknek világszerte, akik segítenek a küldetésemben, amelyel az emberek megtalálhatják valódi önmagukat, hogy aztán alkalmazottakból vezetők válhassanak. Külön elismerést érdemel Tony Britt a The Brit Sales Corporation-től New Jersey-ben, Orit Valenci Izraelben és persze minden más leányvállalatunk is. Köszönet Diane Blissnek és csapatának a Detroit PBS-nél a TV műsoromért, valamint azért, hogy segítettek továbbítani életvezetési tanácsaimat. Valódi változást hoztak el ezzel. Jonathan Kriegen közreműködéséért is hálás vagyok, aki segített megértenem, milyen a lehetségesben élni. Köszönetet kell mondanom Neil Parfitnek, aki egy különösen tehetséges zeneszerző, és Lindsay aki mindig biztosított támogatásáról. Köszönöm kollégáimnak, John Graynek, Mark Victor Hansennek, Nido Quibinnek, Dennis Waitlinek és Wayne Dyernek, amiért ennyire kedvesek és odaadóak voltak. Értékelem a szeminárium támogatóinak munkáját mind az Egyesült Államokban, mind Kanadában. Külön köszönöm Sanin Koya és csapata munkáját a torontói Four valamint Mike Walsh, a Portlandi High Performers International, Jeff Liesener, a Phoenixi High Achievers Network és a Minneapolisi Peak Performers közreműködéséért is hálával tartozom. A barátaim nélkül nem lennék ugyanaz az ember, hiszen ők alakították gondolkodásomat és végig támogattak utam során. Richard Carson nevét külön is ki kell emelnem. Milliókat érintett meg pályafutása során, jobb helyé tette ezt a világot. Köszönöm partneremnek, Jeffrey Feldbergnek, brilliáns vezető, Wayne Starknak, rettenthetetlen látnok, Azim Jamalnak, nagyon bölcs ember, Ernie Pavannak, tehetséges irányító, Kevin Higginsnek, kiváló gondolkodó. Darren és Lipibek nak hihetetlenül törődő misszionáriusok, Malcolm McKillopnak csodálatos bizalmas, és Jerry Weinernek nagyra értékelt mentor. Mindannyian óriási hatással vagytok az életemre. Köszönöm. Nagyra becsüléssel tartozom bátyámnak, dr. Sanjay Sharmának, aki tele van ötletekkel, kreativitással és feltétlen szeretettel fogalmat sincs róla, mennyire tisztellek. Te is, Susan, figyelemreméltó és tehetséges feleséged, példaként álltok előttem. Mindketten kitartottatok mellettem, amikor szükségem volt rátok, amiért örökké hálás leszek. Köszönöm unokaöcsémnek, Nilnek a játékosságot és a rengeteg mókát. Tiszteletemet, szeretetemet és hálámat szeretném kifejezni édesanyámnak, Sásinak és édesapámnak, Sívnek annyi mindennel tartozom nektek, amiért utat mutattatok nekem és támogattatok. Tudnotok kell, hogy tisztában vagyok vele, mennyit tettetek értem. Valaki azt mondta, hogy a szüleinket mi választjuk. Számomra az egyik legnagyobb ajándék, hogy megtaláltalak titeket. Jill Hewlett Külön köszönetet kell mondanom a támogatásért, bölcsességért és szeretetért, amit kaptam tőled. Végül pedig csodálatos gyermekeim nevét említem, Kolbit és Biankát, akik végtelen örömöt és boldogságot hoztak számomra. Szívemből köszönöm, hogy határtalan szeretettel töltitek meg az életemet. Bevezetés Ez a könyv kitalált történet. Egy Jack Valentine nevű férfiról szól, akinek az életútja sokban hasonlít az enyémre. Jack nem érezte magát teljes embernek, ezért keresni kezdte a bölcsességet, amelyel boldogabb, egészségesebb és szebb életet élhet. Egy sor találkozáson keresztül felfedezte a filozófiát, amelyel újra alkothatja valóságát és megismerheti végzetét. A leckékkel, amelyeket Jack különleges kalandjai során tanult meg, te is hihetetlen változásokat hozhatsz az életedbe. Honnan tudom ezt? onnan, hogy az enyém is így alakult át. Utazásom során számos kudarcért, azonban később rájöttem, hogy minden akadály egy lépcsőfok volt, amely közelebb vitt az igazsághoz, így pedig közelebb a tökéletes életemhez. Évekkel ezelőtt még ügyvéd voltam. A sikert és az anyagi javakat kergettem, amelyek ezzel az életformával jártak. Azt gondoltam, ez az út a kiteljesedéshez. Azonban miközben egyre többet dolgoztam és egyre többet értem el, rájöttem, hogy tulajdonképpen semmi sem változott. Nem számít, mennyi tárgyvet körül, a férfi, akit reggelente a tükörben láttam, ugyanaz volt. Nem voltam boldogabb és nem éreztem jobban magam. Gondolkozni kezdtem az életem folyásán, és rájöttem, hogy a szívem tele van ürességgel. Figyelni kezdtem a halk suttogásokat, amelyek arra ösztönöztek, hogy hagyjam el választott karrierem, és nézzek igazán a lelkembe. Felmerült bennem a kérdés, hogy miért vagyok itt a Földön, vajon mi lehet a küldetésem. Azon tűnődtem, miért nem működik az életem, és milyen mély változásokra lehet szükség ahhoz, hogy újra sínre kerüljön. Megvizsgáltam a berögzült hiedelmeket, feltételezéseket és szűrőket, amelyeken keresztül a világot néztem, és elhatároztam, hogy a kevésbé hasznosakat törlöm. Intenzív átalakulásom idején rengeteg könyvet olvastam önfejlesztésről, vezetői készségekről, filozófiáról és spiritualitásról. Számos személyiségfejlesztő tanfolyamon vettem részt. Megváltoztattam az étrendemet, a gondolkodásomat és a viselkedésemet. Ezek segítségével végül igazabbá, harmonikusabbá és bölcsebbé váltam, mint annak idején voltam. Persze be kell vallanom, sok tekintetben még én is csak kezdő vagyok az önfelfedezésben. A hegy csúcsa számomra csak a következő hegy lába önmagam feltárása egy soha véget nem érő folyamat. Most is, miközben papírra vetem ezeket a szavakat, óriási átalakuláson megyek keresztül, és átértékelem a világról alkotott elképzeléseimet. Próbálok gyengéden bánni magammal, mindig emlékeztetem magam, hogy a türelem a legfontosabb. Minden nap új felismeréseket, bizonyosságokat és áldásokat hoz. Számomra ezt jelenti az élet megismerése. Remélem, hogy a szent, a szörfös és a vezető megírint majd téged. Ha tényleg magadévá akarod tenni ezt a tudást, nagyon fontos, hogy tanítsd is. Miután elolvastad a könyvet, egy napon belül ülj le és oszd meg valakivel a gondolatokat, amelyeket kaptál tőle. Ezzel te is könnyebben megérted majd, mit kell tenned, hogy alkalmazni is tudd a tanultakat. Bízom benne, hogy örömet ad neked a tudás, amelyet ebből a könyvből sajátítasz el. A legkönnyebben akkor válhatsz azzá az emberré, aki tudom, hogy lehetsz, ha képes vagy gyermeki csodálkozással és szenvedéllyel olvasni ezeket a sorokat. Köszönettel tartozom neked, amiért megtisztelsz azzal, hogy megoszthatom veled a munkámat. Lehetőségekkel, örömmel és boldogsággal teli életet kívánok neked, és remélem részese leszel az új világépítésének. Robin Sharma. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.